ebbe a gyülekezet nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit itt a gyülekezeti házban, és mindazokat, akik az interneten fognak majd bennünket követni. El tudom mondani, hogy itt ezen a helyen jobb hallgatni Isten igéjét, otthon saját meghallgatni, újból és újból Istennek a üzenetét, de a közösséget mindenképpen fontos, hogy gyakoroljuk egymással. Amit ma szeretnék a szívetekre helyezni, inkább úgy mondom, hogy amit Isten szeretne a szívünkre helyezni, és ebben most én leszek az eszköz, ez egy nagyon fontos keresztény tulajdonság. Keressük meg a Filippi levél 4. rész 4. versét, amely úgy szól hozzánk. Úgy gondolom, hogy ezt legalább a bibliaiskolások kívülről kell, hogy tudják, de nagyon sokszor hallottuk és láttuk már ige kártyákon is, többször említjük ezt az igét, de nem szabad, hogy túl szaladjunk ezen az igén, és azt mondjuk, hogy jó, hát rendben van, milyen jó volt Pál apostolnak, hogy ő tudott örvendezni. Szóval Filippi levél 4. rész, 4. verse így szól: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Most elárulom, testvéreim, hogy ez a levél, a Filippi levél hol íródott? Egy római börtönben íródott. Akkor már is nagyobb jelentősége van ennek, hogy hogyan tud valaki a börtönben, hogyan tud valaki láncok között arról írni, és az egész levele a Filippi levélnek a tulajdonsága, úgy tanuljuk és úgy látjuk, hogy az örömnek a levele, de több mint 10-szer fordul elő ebben a 4 részben az örvendezés, az örülés, és mennyire fontos az, hogy Isten népe nem csak akkor tud örülni, hogyha minden nagyon happy, és minden nagyon boldog, és minden jól megy körülöttünk, ha ki vannak fizetve a számláink, ha halad a szekér, ha boldog gyermekeket, unokákat látunk, ha az a politikai irányzat vezet bennünket, aki a mi favoritunk, vagy ha nem romlik el otthon semmi, akkor mennyire jó örülni. Mennyire jó örülni Pál apostol szerint, akkor is, ha börtönben és szenvedésben vagyunk, mert ez nem ettől függ, az Istentől való örvendezésünk, hogy milyenek a körülményeink, hanem a mi elhatározásunk. Egy döntés kérdése, hogy örülünk az Úrban mindenkor, ismét mondom, örülünk, vagy pedig engedjük, hogy lehúzzanak bennünket a körülmények, az érzelmek, és hátat fordítsunk az örvendezésnek, ami Istentől kapott jó tulajdonság, és Istentől kapott parancs. Lehet ezek szerint ott is örülni, ahol fogságban, ahol szenvedésben vagyunk. Amikor említettem a bibliaiskolát, az Insta bibliaiskolában így határozzák meg az egyik helyen az örömnek a fogalmát, hogy egy belső biztonság érzet, amely a Szent Szellemtől származik. Egy mély meggyőződés, hogy az Isten, a szuverén Isten irányítja az életünket és a jövőnket. Az ő kezébe van az életünk, és nem politikai irányzatok, nem családfők és feleségek és férjek, és nem áruház, illetve cég vezetőknek az életében, kezében van az életünk, hanem a szuverén, független, mindenkitől teljesen független Istentől van, ami életünknek az irányítása, jelenben és a jövőben is rá tudjuk bízni az életünket Istennek a gondviselésére. Ez egy olyan jellemvonás, amely még a bánatban és az üldöztetésben sem vész el bennünk. Lehet, hogy kicsit ellentmondásos, hogy hát bánatban, meg üldöztetésben nem veszítjük el. Nos hát, az Istentől származó öröm nem emberi öröm, nem világi öröm, hanem Istentől, az Isten Szent Szellemétől származik, ahogy említettem, egy belső biztonság, amely kiárad a gyülekezet életében, a keresztény testvéreknek az életében, a mi életünkben is, és ha belül tudsz örvendezni, akkor ez előbb-utóbb kiül az arcodra is,
birtokba veszi az érzéseidet, birtokba veszi a beszédedet, és birtokba veszi a cselekedeteidet is. Azokban a körülményekben is, azt mondja Pál apostol, minden körülmények között tudtam megelégedett lenni. Tudtam a nélkülözésben, tudtam a bővölködésben, tudtam a szabadságban és tudtam a fogságban is megelégedett lenni. Tehát belső kialakított biztonság érzet az életünkben, amely senki mástól, semmihonnan, máshonnan nem származhat, csak az élő Istentől az ő szelleme gyújtja meg ezt az örvendezést a mi bensőnkben. Egy olyan jellemvonás, amely nem vész el belőlünk, ha ezt megszerezzük, és ha tápláljuk. A Galáciai Levél 5. részének 22. verse egy nagyon szép szőlőfürtöt mutat be nekünk, úgy hívják ezt, hogy a szellem gyümölcse. Szellem gyümölcse úgy kezdődik, hogy szeretet. Aztán úgy folytatódik, hogy öröm, és békesség, és béketűrés, és szívesség, és jóság, és hűség, és szelídség, és mértékletesség, vagy önmegtartóztatás. Ha a szellem gyümölcséről beszélünk, akkor el kell tudjuk választani a Szent Szellem ajándékait, és a Szent Szellemnek a gyümölcseit. A Szent Szellem ajándékait, azokat kapjuk a Szent Szellemtől, és ezekkel az ajándékokkal sokszor vissza is tudunk élni. A Szent Szellem gyümölcsét viszont nekünk a Szent Szellem segítségével meg kell teremni, mint egy jó gyümölcs. És amikor megteremjük ezeket a gyümölcsöket, illetve ezt a gyümölcsöt, ezért neveztem, vagy ezért hasonlítottam egy szőlőfürthöz, mert felsoroltunk 7 olyan tulajdonságot, olyan gyümölcs félét, amely valójában egy gyümölcs. És akkor már tudjuk, hogy hogy néz ki egy szőlő, amely valójában egy fürt, de sok kis bogyóból áll. Jelen esetben ez most 7 bogyó. Szeretet, öröm és békesség, és béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Így aztán mégsem 7, hanem 9. Jó? Tehát 9 szőlő szem, amely kiábrázolja bennünk a Jézus Krisztusnak a szellemét. Jézus Krisztusnak a jellemét. Jézus Krisztusnak a jellemét kell, hogy megteremje az életünk a Szent Szellem által, és az egyik jó jelleme Jézus Krisztusnak a jellemvonása, az ő karaktere, hogy szeret, hogy örvendezés volt benne, és béketűrés volt benne, és békesség, és szívesség, és jóság, és hűség, és szelídség, és mértékletesség. Honnan származik tehát az az öröm, amelyre azt mondja Pál apostol, hogy innen a börtönből azt üzenem nektek, Filippi leveli gyülekezet, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ez az fajta öröm, amely a börtönben, a szenvedésben és a nehézségek között is örvendezéssé tud válni, ez a jó jellemvonás, ez Istentől, Jézus Krisztustól, az Atya szellemétől származik. Vagyis, amikor kiábrázoljuk, megteremjük magunkban a Krisztusnak a jellemét, akkor fontos, hogy örvendezzünk. Hogy amikor járunk és kelünk a világban, hogy amikor bevegyünk a munkahelyünkre, amikor hazamegyünk, és azt látjuk, hogy minden szanaszét van. Mosatlan van az edények, a konyhaszekrény alatt, ott a mosogatóban, hogyha szanaszét vannak dobálva a szennyes ruhák, hogyha a gyermekeim nem viszik ki maguk után a biciklit a maga helyére, hanem a nagyszoba közepén tárolják, akkor felmerül bennem, hogy lehet most örülni annak, hogy hazaérkeztem. És bizony meg kell teremni ezt a gyümölcsöt. Örülni kell annak, hogy de jó, hogy biciklizni tudnak a gyermekeim, és nem tolószék van a nagyszoba közepén. De jó, hogy hazaérkeztek a gyermekeim, és nem egy összetört biciklivel és egy összetört gyermekkel várnak engem a kórházban. De jó örvendezni annak, hogy van hova hazamennünk, és még ha azt rendbe is kell rakni ezt a szobát, akkor is milyen jó, hogy van hozzá erőm. Milyen jó, hogy van hova eltenni a mosatlan edényt, és van folyóvíz otthon, amivel el tudjuk mosogatni, és van egyáltalán lakásunk,
ahová haza tudunk menni, és van szerető családunk, akik szintén örömmel fogadnak bennünket. Amen. Szóval, örvendezés. Azt mondja Isten igéje, néhány igét, több igét is fogom olvasni, Zsoltárok könyvéből a 16. rész, 11. vers. Zsoltárok könyve 16. rész, 11. vers, így beszél az örvendezésről. Zsoltárok 16, 11-es vers. Te tanítasz engem az élet ösvényére. Nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van. Vagyis amikor Isten jobbjára, Istennek a jelenlétéről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy fenn a mennyben, az Atya trónja mellett, az Atya jobbján örök gyönyörűség van, és nála teljes öröm van. Teljes öröm van te nálad, megtanítasz az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek mind örökké. Vagyis azt láttam ebből az igéből, hogy az örvendezés, amely Istennél van, az mindenre elegendő. Teljes öröm, nem ilyen részleges öröm, nem egy egyéjszakás kalandon szerzett öröm, nem egy születésnapon szerzett öröm, hogy de jó, elértem ezt a korszakot is. Nem az, amikor megszerzünk valamit, nem egy átmulatott éjszakának az öröme, hanem teljes, komplett és mindörökké tartó öröm. Amikor azt mondom, hogy teljes az öröm Istennél, akkor gondolok arra, hogy örökkévaló, nem múlik el, és mindenre elegendő. Az életem minden területét be tudja fedni, az a fajta öröm, amely Istentől származik, az Úr jobbján. Aztán a Római Levél 14. rész, 17. verse pedig úgy szól, Római Levél 14. rész, 17. verse, úgy szól, hogy az Isten országa pedig nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szent Szellem által való öröm. Amen. Isten országa, Szent Szellem által való öröm. Nem az kell, hogy a legnagyobb örömet okozza nekünk, hogy van mit együnk, és van mit ígyünk. Mert az Isten országa itt van bennünk, és ha benned van Isten országa, akkor nem azért hajtasz elsősorban, hogy legyen mit enni, és legyen mit inni. Hanem Isten országa, az Isten országa azzal van tele, hogy igazság van, és békesség van, és a Szent Szellemtől származó öröm. Nem a feleséged szerez neked örömöt, és nem a férjed, nem a gyermekeid, és nem a szüleid, nem az ország vezetése, nem a cégnek, a munkahelynek a vezetése szerez neked örömöt elsősorban, hanem az igazi öröm, amely a mennyből származik, és a mennyet is átjárja, az a Szent Szellemtől való öröm. Azért fontos, hogy a Szent Szellemmel betöltekezzünk, és legyen közösségünk Istennel, mert egyébként ez az öröm soha nem lesz a tiéd. Hiszen azt olvastuk, hogy ez az öröm a Szent Szellemtől származik. Vágyjátok a Szent Szellemnek a munkáját, vágyjátok a Szent Szellem közösségét, az, hogy veletek legyen, az, hogy támogasson, az, hogy vezessen, elvezessen minket minden igazságra, megvigasztaljon bennünket, és betöltsön bennünket mennyei örvendezéssel. Mi is történik fenn a mennyben? Azt olvastuk most, vagy azt hallottuk most az én testvéremtől, Bercitől, hogy egy ember átadta a szívét Jézus Krisztusnak, Kálovácsellő. Hiszem, hogy a mai napon is, amikor hirdetik az evangéliumot szerte ezen a világon, emberek térnek meg. Halleluja. És tudjátok, Jézus Krisztus elárult egy nagy titkot. Beszél elveszett juhokról, egy juhról, 100 közül egy elvész. Beszél egy elveszett drakmáról, amely a 10 közül elveszett egy. És a jó pásztor elmegy a 100. párányért, ott hagyja a 99-et. A jó gazdasztony kisöpri a házat, és megkeresi azt az egyet,
És mit olvasunk a Lukács evangélium a 15. részében? Hát ott vannak ezek a példázatok leírva, amelyek Isten országáról szólnak, hogy milyen az Isten országa. Lukács evangélium a 15. rész. Ugyanazt mondja mind a két helyen Jézus, én az egyiket fogom felolvasni. Az elveszett drakmáról. Lukács evangélium a 15. rész. 8-as verstől. Ha valamelyik asszonynak 10 drakmája van, és egy drakmát elveszít, nem gyújt egy eltát, és nem seprie ki a házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja a barátnőit és a szomszédait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elveszítettem. Mondom nektek, mondja Jézus, ilyen örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Gondoljátok el, elmúlt vasárnap egy ember átadta magát Jézus Krisztusnak, oda szánta az életét. Elindított egy hatalmas partit fenn a mennyben. Örvendezés támadt fenn a mennyben, a mennyei seregek és az angyalok között. Mi okoz örömet fenn a mennyben? Bűnös ember megtérése. A bűnös emberek megtérése. Egy ember. Nem tömeges megtérés. Mi is nagyon örülünk annak, hogyha tömegesen térnek meg emberek. De már egy embernek, egy léleknek a megtérése örvendezést, vigadozást, mennyei partit szervez fenn a mennyben. Én úgy gondolom, hogy ne hagyjuk, hogy abba hagyják a partit oda fent a mennyben. Úgy gondolom, és arra biztatok mindenki testvéreim, és magamat is, hogy hadd legyen örökké tartó vigadozás és örökké tartó örvendezés fenn a mennyben, hogy ne kelljen soha abba hagynia a mennyei seregeknek. Nincs minek örülnünk. Nincs minek örülnünk. Senki nem tér meg lenn a földön, hanem folyamatosan. És imádkozunk ezért, hogyha nem a mi gyülekezetünkbe, nem a mi városunkba, nem az országunkba, hanem bárhol is a világ mindenségben, bárhol is, a kontinenseken emberek megtérnek, akkor odafent örülnek ennek. És nem annak mondják, hogy már megint olyan uncsi, persze, valaki megtért. Nem. Örülnek és örvendeznek, azt mondja. Ez az asszony összehívta a barátnőit, összehívta a szomszédait, és azt mondta, örüljetek velem együtt. Tudjátok, sokkal jobb együtt örülni. Sokkal jobb nem magunkba folytani. Örülök, csak meg ne lássa senki. Nem. Amikor örülsz, azt mindenki látja. És lássa is meg mindenki, hogy örvendezel és vigadozol. Fejezd ki. Mondd el bizonyságtételbe. Testvéreim, kedves gyülekezet, én annak örülök, hogy. És mondd el örvendezéssel. És ne úgy jöjjünk be a gyülekezetbe, lógó orra, hogy soha nem tudja senki, hogy mi dúl bennünk. Vannak testvérek, látok olyan testvéreket, hogy úgy jönnek el a gyülekezetbe, hogy ha én lennék, akik mögöttük jövök, visszafordulnék az ajtóból. Valami rossz történik ebben a gyülekezetben, hogy ennyire szomorkodni kell? Valaki rossz történik? Mit fognak ezzel az emberrel csinálni? Hát úgy jön el a gyülekezetbe, mint akitnek a fejét fogják venni, vagy valami bíróságra citálnák. Nem. Jövünk és örvendezünk. Örülünk egymásnak. És azt látja a világ, minek örülnek ezek az emberek, mikor oda bemennek. Miért örülnek ennek? Sokkal több jó lehetőség van kint a világban, el lehet menni. Pecázni és örülni, hogy nem fogtam semmit, mert legalább nem kell megpucolni a halat, vagy örülni annak, hogy fogtam valamit, legalább van bizonyíték, hogy tényleg itt voltam és nem csavarogtam. Lehet örülni annak, hogy elmegyünk egy foci meccsre, és aztán lógóra hazajövünk, mert mégsem a mi csapatunk nyert rendesen, ahogy kellett volna. Lehet örülni annak, hogy végre elmegyek és kifekszek a napra, és sütetem magam, milyen jó, hogy végre. Ezek fontosak az ember életében, ezek az örömök? Nem. Azt mondja Isten igéje, hogy az örök öröm őnála van. Az örvendezés, a mennyei öröm, a Szent Szeretettől származó öröm.
az csak az Isten népe között, ahol Isten országa bennünk van és közöttünk van. Tehát feltettem a kérdést, honnan jön az igazi öröm? Három igét is megvizsgáltunk, és azt tudjuk látni, hogy fenn a mennyben örvendezés van, a bűnös ember megtérésé. Szent Szellemtől származik az Isten országának az egyik tulajdonsága, az igazság és békesség és Szent Szellemtől való öröm van az Isten országában. Azt is láttuk, hogy az Úr jobbján gyönyörűségek mindörökké, teljes öröm, komplett, mindenre elegendő, és nincs vége az örvendezésnek. Honnan kell hát akkor szereznünk örömöt? Testvéreim, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, nők és férfiak. Senkit nem hagytam ki. Jó? Nők és férfiak. Ez a két fajta van, jó? Csak szólok. Ha a menny felé igyekszünk, már pedig mindannyian szeretnénk az örökké valóságba bejutni. Ha a menny felé igyekszünk, ha oda készül az életünk, ha azért éljük az életünket, hogy egyszer bejussunk a mennybe, akkor mire gyakorlunk? Akkor mire számítunk? Mit szeretnénk elérni? Mihez van kedvünk? Hogy úgy kezdjünk el viselkedni, hogy amikor odaérünk, akkor ne legyen meglepődésünk, hogy ja, itt az is van. Nem készültem fel erre, hogy itt örvendezni kell. Amikor például el akarsz utazni egy távoli országba, én egyszer Isten segítségével, Isten áldásával eljutottam Argentinába, és egészen mások ott a köszönési szokások. Itt Magyarországon találkozunk, és két oldalon megpuszíjuk egymást, akik közelre állók vagyunk. Ott, úton, útfélen mindenki, a hordár, a stewardess-t, csak úgy szerintem akkor látták először egy oda puszilással és egy olá köszönéssel köszöntik. Meg kellett tanulnom, hogy amikor oda elmegyek, akkor ez a szokás, ezt a szokást kell felvennem. Nekem nem szabad senkit kétszer megpuszilni, és azokat is meg kell puszilnom, akik nem a szívbéli jó pajtásaim. Remélem érthető ez a példa. Ha mi készülünk a mennybe, és szeretnénk egyszer oda jutni, akkor ismerjük meg, hogy mik ott a szokások. Ott fenn a mennyben örülni kell. Ott fenn a mennyben dicsőíteni fogunk. Ott fenn a mennyben keressük az Úrnak a közösségét, és hát ugye ő mindenütt jelen való, és biztos, hogy meg fogjuk találni. Ha erre készülünk, akkor mit teszünk itt lenne a Földön? Szomorkodunk? Kerüljük az Úr tekintetét? Kezdünk szeretetlenül és békétlenül élni ezen a Földön? Nem. Hanem kezdünk dicsőíteni, kezdünk örvendezni, kezdjük keresni a dolgokban az örülni valót. Higgyétek el, hogy sokkal fontosabb, amikor reggel felkelsz, hogy ne azon kezdjél gondolkodni, vajon mi vár rám a munkahelyen? Mi lesz ma? Vajon mi lesz ma? Ó, jaj, jaj. Soha nem tudhatom, hogy mi lesz velem. Hanem kezdjél örülni, hogy halleluja, felébredtem. És nem fázok. Mindjárt felkelek, kimegyek a hűtőhöz, és van benne ennivaló. Örülni való? Örülni való. De jó, kinyitom a szekrényt, és van benne tiszta ruha. Ráadásul évszaknak megfelelő. Fel tudom venni, jól nézek ki. Ez nem kétséges. Nem kétséges. Jól nézek ki. Ráadásul lábomra tudtam állni. Bele tudok nézni a tükörbe, mert van szemem. És látok vele. És utána el tudok menni egy olyan munkahelyre, ahol ki is fognak engem fizetni. Elég örvendezni valót mondtam el. És ez még csak az első fél óra a napodból, vagy az első óra. Aztán megkeresed a munkahelyen és az örvendezni valót. De jó, hogy nem kinn a szabad ég alatt kell árkotásnom,
hanem van mondjuk felé a fejem fölött. És milyen jó az, most csak az én munkahelyemről beszélek, hogy nyáron légkondi is van. Mert rájött a főnök, hogy az komfortosabbá teszi, és jobban dolgozunk, ha nyáron a melegben légkondi van. Tudunk ennek örülni? Dicsőség az Úrnak. És nem azt nézzük, nem azt soroljuk, tudatosan nem azt soroljuk magunkban, hogy miért kéne a szomorkodnunk, hanem tudatosan felleltározzuk, miért is kell ma örülnünk. A legelső dolog, amiért kell örülnünk minden reggel, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen. És ezt semmi nem tudja felülmúlni. Semmi nem tudja überelni. Isten gyermeke vagyok. Még ma is tart a kegyelem. Még ma is Isten gyermeke vagyok. Egy kiválasztott gyermek, herceg és hercegnők vagytok, kedves nőtestvérek. Jézus Krisztusnak az örökös társai, az Atyának pedig a gyermekei. Jelenések könyvében azt olvassuk, Jelenések könyve 21. rész, 4. versében. Jelenések 21, 4. vers. És szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúlnak. Vagyis, ha fenn a mennyben, ahová készülünk, nem lesz se fájdalom, se jajkiáltás, se siránkozás, se szomorkodás, se nyavajgás, se hisztizés, szóval semmi nem lesz, ami itt elrontja az a kedvedet, akkor mivel mi oda készülünk fel a mennybe, ahol nincs könny, se fájdalom, se jajkiáltás, se betegség, akkor azon kell gondolkodnunk, hogy itt lenne a Földön, minek tudnánk örülni. Körülöttünk nagyon sok olyan dolog van, olyan sok hírekkel bombáznak bennünket, hogy miért kellene kétségbe esnünk. Szomszéd országban háború van. Aztán halljuk a híreket, hogy egy kicsivel arrébb keresztényeket üldöznek, és fejeznek le, és zárnak börtönbe, és munkatáborba küldenek azért, mert vállalják a hitüket. Kedves testvérem, tudunk hálát adni és örvendezni azért, mert ebben az országban most, 2014. szeptember 28-án, szabadon el tudtunk jönni erre a helyre, fel tudjuk emelni Jézus nevét, és dicsőíthetjük őt teljes hangerővel. És nem zárnak be bennünket, nem üldöznek. Ugyátok, ez talán kényelmes és tehet bennünket. És látom azt, hogy jó néhány testvér kényelmessé válik attól, hogy valójában nincs megpróbálva a hite. Valójában hát jövök és nem jövök, de ha valami üldöztetés támadna, biztos, hogy nem látnátok engem itt. Ez lerívéje néhány tesónak az arcán. Nem csak a mi gyülekezetünkben, itt akad, más gyülekezetben is látjuk azt, hogy valójában nem mutatjuk ki azt, nem mutatják ki azt, hogy de jó, hogy jöhetünk gyülekezetbe. És majd erre is mindjárt találunk egy jó igét. Amikor elindulunk a keresztény életben, akkor azt mondja Isten igéje a Zsoltárok könyvében, 32. rész, 7. verse. Zsoltárok 32, 7. vers. Dávid tanítása szerint, 7. versben, a 32. Zsoltárban azt mondja, te vagy az oltalmam, ezt Istennek mondja, te mentesz meg a veszedelemtől, körülveszel engem a szabadulás örömével. Amen. Mi lehet nagyobb szabadulás, mint megszabadulni a bűneinktől, a bűnös életünktől, az óemberi természettől. És azt mondja Isten igéje Dávidon keresztül, hogy körülvesz minket a szabadulás örömével, beborít. Bármerre fordulunk, nézzünk erre, nézzünk arra, nézzünk előre és hátra,
sehol nem látjuk azt, hogy nem lenne ott Istennek a szabadulása. Nem tudunk sehova elmozdulni, mert mindenütt látjuk azt, hogy Isten szabadulása ott is ott van. Isten szabadítása jelen van az életünkben. Nem tudunk olyan helyre elmenni a Földön, ahol ne lenne ott a szabadulásnak az öröme. Örültél már annak? Örvendezel, testvérem, annak, hogy Isten megszabadított téged a bűneidtől? Körülvett téged Isten a szabadulás örömével? Megszabadulunk a bűneinktől, megszabadulunk a vádlástól, megszabadulhatunk a régi rossz szokásainktól, kötelékektől, megszabadulunk, és körülvesz bennünket Isten a szabadulás örömével, megszabadulunk káros szokásoktól, és mindegy, hogy hol vagyunk, az a szokás nem ér el bennünket még egyszer. Mert Isten körülvesz minket a szabadulás örömével. És bármikor jön a csábítás, bármikor jön a vádlás, akkor tudjuk azt mondani, nem, megszabadultam. Isten körülvesz engem a szabadulás örömével. Örülök annak, hogy végre nem kell ugyanazt csinálnom, mint egy évvel ezelőtt. Vagy egy nappal ezelőtt. Rakott értem meg. Örvendezéssel tölt el engem, hogy felszabadultam, megtértem. Ez a szabadság. Ez egy teljes öröm. Istentől származik. A Szent Szellemtől. Aztán azt mondja, hogy el is hív bennünket a szolgálatra Isten. Zsoltárok könyve 45. rész, 8. verse. Ez egy szerelmes ének. Egyébként a Bibliában is bele van írva, hogy szerelmes, de ez az én előéletemben is hozzátartozik. Amikor szerelembe estem, akkor ez az ige közel volt hozzám, és az én szerelmemhez. Most nem nézek oda Juditra, de ő is ugyanúgy átélte ezt a szerelmes Zsoltárt. Szóval, Isten igéje 45. rész 8. versében, 7. vagy 8. Én 8. vers nálam, szeretted az igazságot, gyűlölted a hazugságot, azért kent föl Isten a te Istened társaid fölé az öröm olajával. Nem tudom, te is a 7. gondoltál erre az igére. Tehát azt mondja, hogy megtértünk, szeretjük az igazságot, és gyűlöljük a gonoszságot. Amikor mindezek megvalósulnak az életünkben, akkor Isten elhív minket, és felkem egy örvendezésnek az olajával. Kedves szolgáló testvérem, bárki, bármit szolgálsz ebben a gyülekezetben. Prédikálsz, dicsőítesz, köszöntöd az embereket az ajtóban, az asztal körül szolgálsz, mint diakónus, könyvet árulsz, keversz, hangosítasz, imádkozol másokért. Jellemző rád, hogy az öröm olaja felkent téged? Örvendezve végzel a szolgálatodat? Örülsz annak, hogy Isten felkent téged az örömnek az olajával? Minden egyes szolgálót és minden egyes szolgálati tárgyat az Ószövetségben is felkentek egy olajjal. Megkenték. Talán emlékeztek, hogy amikor új hangszereket állítunk be a gyülekezet dicsőítésében, azt is megkenjük olajjal és felszenteljük arra, hogy Isten szolgálatában álljon. Ugyanígy, amikor Isten elhív téged a szolgálatra, akkor felken a szolgálatra. A kenet ott van a test életeden, látszik is az életeden, és az egyik megnyilvánulása a szolgálati kenetnek az, hogy az öröm olaja. Hogy örvendezel, hogy örömmel végzed a szolgálatodat, és nem morogsz, és nem sóhajtozol, már megint tenni kell, már megint prédikálni kell, ó, már megint énekelni kell egy éneket, pedig én annyira nem szeretek énekelni. Ó, már megint az embereknek kenyeret kell adni, pedig hát milyen jó lenne, ha leülhetnék. De jó, és akkor mit fognak látni? Örömmel végzel a szolgálatodat, vagy se? Az öröm olajával kent fel téged Isten, vagy se? A szolgálónak, a gyülekezet szolgálóinak az egyik jellemvonása, az egyik
jó tulajdonsága, amely igazolja azt, hogy őt felkentést a szolgálatra, hogy az öröm olajával fel van kentve. Örömmel végzi a szolgálatát, és örömmel készül is arra, hogy ma ismét szolgálni fogok. Örülök annak, hogy ismét szolgálni fogok. Mondd el, testvérem, magadban, ha szolgáló vagy. Mindig mielőtt elkezded a szolgálatodat, de jó, hogy végezhetem a szolgálatomat. De jó, és örvendezek, és látni fogják rajtam, hogy ezt örömmel végzem. Nem teher, nem szomorúság, nem egy büntetés az, hogy szolgálat kell a gyülekezetben, hanem örvendezel és vigadozol, szolgálhatod az egyedül élő Istennek, a világ teremtőjének. Én az ő szolgálatok, és nem a bűnnek a rabszolgája. Kivásárolt engem Jézus Krisztus vére által, az ő egyszülött fiának a halála által kivásárolt egy rabszolgaságból, és most neki szolgálhatok. Kell ennél nagyobb öröm? Vigadozok és örvendezek. Szolgálhatok neki. Elhívott. Elhívott. Az ő csapatához tartozok. Az ő szolgája vagyok. Kitüntetés számomra, hogy őt szolgálhatom. Nekem megtiszteltetés, hogy neki szolgálhatok. Neked megtiszteltetés, hogy neki szolgálhatsz? Neked megtiszteltetés, kedves Mike és Nancy, hogy de jó, hogy eljöhettünk Magyarországra. De jó, hogy otthon kellett hagynunk az unokákat, nem látni őket megszületni, csak ugye a Facebookon, meg a Skype-on, de örvendezéssel és vigadozással elmegyünk és eljövünk, és szolgáljuk az Urat. És elmegyünk Kávalancselőre, elmegyünk Kemecsére, Ibrányra, Nyíregyházára, mert látjuk azt, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Örömmel tanítottam az ínsztéseket, mert láttam azt, hogy akarnak tanulni. És most szintén örvendezik a szívem, hogy nem olyanok, mint amikor elkezdték, hanem szolgálnak. Beállnak a szolgálatba, és ők is örömmel végzik a szolgálatukat. Hiába való volt az a sok-sok-sok-sok hónap, amit oda szántunk arra, hogy tanuljunk együtt? Nem. Örömmel tettük és vigadozunk. Mert azt mondja a 100. Zsoltárban is, Isten igéje a 2. versben, hogy örömmel szolgáltok, menjetek el egy vigadozással. Vigan énekeljte föld, az egész föld. Menjetek be az ő kapuin háladással, és a szolgálat a tornácaival, dicséretekkel. Vígan örvendezve szolgáljunk az Úrnak. Örültök? Örvendezünk? Lássam azt, testvéreim, hogy örültök annak, hogy szolgálok közöttetek. Jó? Örülök, hogy örülök. Mert elveszitek a kedvemet, de nem fogjátok elvenni. Mert még mindig van, de mindig tart az örömről való tanítás. 122. Zsoltár, első verse. 122. Zsoltár első verse. Nagyon fontos, testvéreim. A feleségem édesanyjánál ez egy nagy fali szőnyegen ki van írva, persze nem magyarul, hanem ajándékba kapta Amerikából, de igaz. 122. Zsoltár, első verse. Örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Kedves testvérem, aki most itt vagy, vagy hallasz engem. Igazsággal és igaz szívvel el tudod mondani ezt az igét? Örvendezek, mikor azt mondják nekem, menjünk már el a gyülekezetbe. És akkor mit mondasz? Nagyon meleg van. Nem kéne menni gyülekezetbe. Szerintem meg nagyon hideg van. Már meg tél van. Most se kéne menni gyülekezetbe. Már meg a körmömre égett a munka. Vagy oda égett a ebédnek való. Nem kéne menni gyülekezetbe. Hallottál már ilyen kifogásokat, testvérem? Igaz az ige ebben az esetben, hogy örventem, amikor mondták nekem, hogy menjünk fel az Úrházába. Alig várnám, hogy mehessünk az Úrházába. Nem, hogy még kifogásokat keressek, hogy miért nem kéne menni gyülekezetbe.
vajon mit kéne kitalálni, hogy ne kelljen elmenni a kertbe. Volt idő gyermekkoromban, amikor annak örültem, hogy otthon maradhattunk, ez nagyon ritkán történt meg, mert anyukám mindig elvitt magával minket, gyerekeket a gyülekezetbe. De a reggeli matiné, a délelőtti tévéadások annyira csábítóak voltak, és másnap hétfőn csak lestem, hogy a többiek mind megbeszélik, hogy ebben a mesefilmben, abban a rajzfilmben mik történtek, én meg nem tudtam hozzászólni. Nem töltött el örömmel egyelőre, hogy menni kell a gyülekezetbe. Aztán megtértem. Aztán kaptam szolgálatot a gyülekezetben. Akkor valaki azt mondta, hogy menjünk már el és pihenjünk vasárnap délelőtt egy folyópartján. Mondtam, hogy szó se lehet róla. Hát gyülekezetbe kell menni. Ó, dehogy is. De örülök, hogy mehetek a gyülekezetbe. Azóta is örvendezéssel és vigadozással jövök a gyülekezetbe. Mi örülni való van? Feltehetem azt is a kérdést, aki nincs megtérve, minek kell itt örülni a gyülekezetbe. Felírtam néhány dolgot. Azért öröm járni a gyülekezetbe, mert ami ott történik, az mind örömmel tölt el bennünket. Amen. Amen. Az mind örömmel kell, hogy töltsön el bennünket. Mi történik itt a gyülekezetben? Áruljunk el néhány kulisszatitkot a kívülállóknak. Itt például a gyülekezetben szól a dicséret. Dicsőítjük az Urat. Örülünk ennek örvendezéssel, vagy szóval még mindig van egy én. Le kéne már ülni. Azt a szöveget meg helyesírás hibával írták ki. Minek is örüljünk ennek? Testvére, csukd a szemed, énekeljél, dicsőítsed az Urat. Örüljél annak, hogy dicsőíted az Urat, aki elhívott téged. Örülni és vigadozni az Úr házában. Örülni és vigadozni, mert fenn a mennyben is örvendezés van. Szóld meg, hogy dicséret között lakozok az Úr, mert fenn a mennyben bizony végtelen lesz a dicséret. Aztán nem lesz leülés, ott folyamatosan dicsőíteni és magasztalni fogjuk az Urat. Van egy jó hírem, minden éneknek a szövegét fogjuk ismerni. Még ez sem fog bennünket visszatartani. Aztán örömmel adakozunk. Megosztó, megosztó a mondat, ugye? Pedig én találtam az igében, hogy mi az, amikor Isten népe örvendezik és vigadozik, hogy de jó, hogy adakozhatunk. Keressük légy szíves ki a Krónikák első könyve, 29. rész, 9. versét. Krónika, első könyv, 29. rész, 9-es vers. Olvasom a 6-tól. Krónika 29, 1 Krónika 29, és akkor a 6-os verstől, és a 9. versben ráébredünk, hogy de jó, hogy adakozhatunk. Akkor szabad akaratok szerint ajándékokat adtak a családfők. Izrael törzseinek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a király udvartartás vezetői, Isten házának a munkálataira adtak 5000 talentot és 10000 dálik aranyat, 10000 talentom ezüstöt, 18000 talentom rezet, 100000 talentom vasat. De nagyon sok volt esvére, most hirtelen nem vagyok fejszámol, de tonna számra jött be a gazdagság. Akinek drága kövei voltak, odaadta az Úr házának kincseihez, a Gersoni Jehiel kezéhez. És most jön az igazság. Oda kellett adni a drága köveket, hogy behoztunk egy csomó aranyat és ezüstöt és rezet, meg a legjobb dolgokat, ami otthon volt. Mert ugye nem előbányázták valahol a bányából, hanem otthon voltak ezek a drágaságok. És azt mondja, behoztuk az Úr házába, odaadtuk a Gersoni Jehiel kezéhez, és örvendezett a nép, hogy önként adakozhatnak, mert tiszta szívünkből adakoztak az Úrnak, Dávid király is nagy örömmel örvendezett. Felismeritek ezekben a mondatokban az örömöt? Szó van az örömről? Örül, és minek örültek ezek az emberek? Az, hogy otthon van egy csomó aranyam és ezüstöm és tömérem és mirhám és drágakövem? Nem.
annak örülhettek, hogy önkéntesen, ők szabad akaratukból az Úr munkájára adakozhattak, és ezzel is elősegíthették, hogy az a szép templom, vagy jöjjünk a mai korba, ez a templom, ez a gyülekezeti ház, és az Isten munkája előre haladt. Isten házában, a gyülekezetben adakozunk, és ezt örvendezéssel tesszük. Amen. Örülünk annak, hogy van miből adakoznunk, és van kinek, és hogy jó dolgokra tudunk adakozni. Elmondtam már, hogy volt egy pásztor, aki mondta, hogy hát legalább annyit adjatok, amennyit egy hónapban cigarettára költötök. Akkor azt mondták, pásztorsom, annyit az Úr munkájára, amennyit cigire elköltök, hát az túl sok. Na jó, akkor annyit adjál, amennyit legurítasz a torkodon, a kocsmában, még az is túl sok. Annyit az Úr munkájára van. Testvérem, az mind, amit elfüstölsz, amit legurítasz, az elvész. Az egy bálvány áldozati oltár, amit ott elfüstölsz, vagy eliszol. Az Úr munkája, örökkévaló munka. Nem inkább annak kéne örülni és vigadozva hozni az Úr tárházaiba, mert jó dolgokra költik, emberek térnek meg. Emberek térnek meg. Kiszabadulnak a fogságból. Nem én viszem őket a fogságba, hanem kifele hozom őket. Erre áldozok. És de jó, hogy ilyen dolgokra is lehet adni a pénzemet. Nem csak a mulandó dolgokra. Itt a gyülekezetben ige hirdetés folyik. Jelen esetben ez történik. Örültök ennek? Amen. Akkor folytatjuk. Ebben a gyülekezetben megtérések vannak. Amen. És ez örülvendezéssel kell, hogy eltöltsön bennünket. Most hadd mondjam el, hallottunk egy bizonyságot. Egy ember megtért az elmúlt héten Gáovács elő. Szerintetek, hogy érezték oda fenn a mennyben magukat az angyalok? Öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Amikor az én Belci testvérem bizonyságot tett erről, nem hallottam, hogy a gyülekezet kitörő örömmel fogadta volna ezt. Megtért egy ember Gáovács elő! Emberek, hát egyel kevesebb van, aki a pokolra jut, és egyel több van, aki a mennybe jut. Így eltompulunk, testvéreim. Eltompulunk. Annak jobban kezdünk örülni, hogy valaki meggyógyult. Annak jobban kezdünk el örülni, és vigadozunk, hogy ki vannak fizetve a számláink, a csekkjeink. Egy ember meggyógyult, felkelt a halálos ágyáról. És annak nem örülök, hogy egy ember megszabadult a fogságból, és Jézus Krisztushoz tartozik. Ez a legnagyobb öröm. Mit olvastam fel az először? Öröm van a mennyben egy ember meggyógyulásán. Öröm van a mennyben egy ember adósságainak, pénzügyi adósságainak a megtérésén, vagy ennek szűnésén. Nem. Azt olvastuk. Egy bűnös ember megtérésén örvendezés van fenn a mennyben. Hát ha oda készülünk, és ennek örülnek odafent, nekünk nem kell ennek örülni? Ne legyintsünk így, hogy jaj, majd meglátom én, mi történik. Persze, persze, megtért. Nem. Az az ember megtért. És Isten tulajdonává, Isten szolgálává, gyermekévé vált. Örüljünk és örvendezzünk. Örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket, hogy az emberek megtérnek a gyülekezetekben. Ez a legnagyobb öröm. És ne kicsinyítsük le. Ne emeljünk más nagyobb örömnek, hogy de jó, 25 éves évforduló. Ez is nagyon fontos. De mennyivel fontos, hogy emberek megtértek a 25 év alatt? Amen. Nem az a nagy öröm, testvéreim, és hiszem, hogy ezt fogjuk elmondani egy hónappal később, hogy mindeddig megsegített, 25 évet kihúztunk. Nem az évek száma számít, hanem ez alatt a 25 év alatt emberek, sorsok, családok jöttek az Úrhoz, változtak meg, amen, és szolgálatba álltak, amen, és ma is hirdetik az evangéliumot, ahogy hallottuk, amen, a világ több táján, országában, városában.
az idők múlnak. Fölöttünk is múlik az idő. És lehetséges, hogy valaki 80 éves korában, egy ember, meg egy másik ember, mind a kettő ugyanannyi évet élt, az egyiknek tele van az élete élményekkel, tele van sikerekkel, és ezt tudja örökre adni, örökbe adni az unokáinak, meg az örvendezést, meg a megelégedettséget. A másik 80 éves korában megkeseredik, savanyú lesz, és állandóan csak a rossz dolgokat emlegeti, és elmegy a kedve az unokájának is attól, hogy 80 évet megéljen, és nem csodálkozik azon a 80 éves nagymama, hogy öngyilkos lesz az unokája, mert állandóan a rossz dolgokat mondta, hogy 80 év, 90 év, nem érdemes élni. Testvérem, milyen örökséget akarsz adni a családodnak? Milyen örökséget adsz a környezetednek? Örülni kell az életnek? Igen, Istentől kaptuk. Minden napjának örülni kell. Azt mondd el a családodnak, azt mondd el a gyermekeinek, az unokáinak, hogy miért érdemes. Mi az öröm az életben? Mi az igazi öröm? Örvendezzél és vigadozzál. 25 év. A aratási mező. Én nem voltam benne mind a 25 évben, de 20-nál több, valahol ott a környéken voltam, 22-23. Sok dolognak voltam a tanúja. Debrecenben, más vidéki városokban emberek tértek meg. És én a visszaemlékezésben, amikor igen, megemlékezünk arról, hogy Isten aratási mezőjén voltunk, ezeket a jó dolgokat kalászba szedjük és elmondjuk. Igen, Istennel érdemes volt szövetséget kötni, igen, érdemes volt harcolni, gyülekezetet építeni, gyülekezetet alapítani, vinni tovább, hurcolni a terheket, odaszállni a vasárnap délutánokat, odaszállni a szombat délutánokat, odaszállni a csütörtököket, odaszállni a benzinpénzt, odaszállni a családtól elvett időszakot, mert emberek megtérnek és örök életre jutnak. Amen? Tehát örülünk annak, hogy emberek megtérnek. Itt két igét szeretnék nektek az apostolok cselekedeteinek a 8. részéből felolvasni. Elég közel vannak egymáshoz, és mind a kettőnek köze van egy Filip nevű evangelistához. Apostolok cselekedetei, 8. rész, része arról szól, elétől kezdve, hogy Saul lihegve és dűtől, mérektől, haragtól felindulva kezdi üldözni egyházat. A testvérek pedig Jeruzsálemből és Júdeából szétszóródtak. És mit tesznek? Kérdetik az evangéliumot. És azt olvassátok? 4. vers, 8. rész, 4. vers. Akik pedig szétszóradtak, elmentek és hirdették az igét. Nem fogták be a szájukat ezek az emberek. Jaj, üldöznek minket Jeruzsálemből. Nehogy más városban, legalább ott inkognitóban vagyunk, tiszta lappal indulunk, itt aztán kirányítjuk a szánkat, hanem, hát jó, Jeruzsálemből elzavartak minket. Elmegyünk egy másik helyre, elmondjuk, hogy miért jöttünk, és örömmel hirdetjük, hogy Jézus Krisztus az Úr, a megváltó, az egyetlen út az Atyához. Ezt tette Fülöp is, lement Samária városába, hirdette még a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelt, amit Fülöp mondott, mert hallották és látták a jeleket, melyeket tett. Sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek a tisztátlan lelkek, sok béna és sánta pedig meggyógyult, és nagy örvendezés lett abban a városban. Nagy örvendezés lett abban a városban. Amen. Miért? Mert emberek megszabadultak, mert emberek megtértek. És örvendezett az egész város. Nem szomorkodott, hanem örvendezett. Eljön az idő, amikor Debrecen, meg a többi város örvendezni fog, hogy emberek megtérnek. Mert ébredés lesz. Elindul az ébredés. És örvendezni fog.
De jó, hogy már annyi tüdőbeteget nem kell gondozni a tüdőklinikán. De jó, hogy nem kell elvonó kórára küldeni embereket. De jó, hogy bezárhatjuk a drogprevenciós és drogrehabilitációs intézeteket. De jó, hogy csökkenteni kell a börtönök férőhelyét, mert az emberek nem kerülnek bajba, hanem jót tesznek. De jó, hogy nem lesz olyan, hogy vállóperes ügyvéd, mert az emberek nem válnak el. De jó, hogy minél több anyakönyvvezetőt kell beállítani a munkába, mert emberek házasságot kötnek. De jó, hogy nem lesz olyan klinika, hogy abortusz klinika, hanem átalakítják szülőszobákká. Halleluja! Emberek fognak megszületni, akiknek megengedik, hogy megszülessenek. Örvendezés lesz a városban. Átképzések lesznek. Helyiségeket fognak átminősíteni. Isten dicsérőtén és imaházakká. Amen. És ez a Filip evangélista Samáriából elvétettük, amikor kitör a nagy ébredés, mielőtt még learadhatná a vért, valójában Isteni a dicsőség, így elveszi Isten, hogy azt mondja, na akkor most mennyi lenne a járatlan úton? Majd találsz egy embert, akihez oda kell menjél. És talál egy szerencsén komolynikot, aki olvassa Izsaiás könyvét, és oda megy hozzá, és magyarázza neki az Isten igéjét, hogy Jézus Krisztusról szól ez a bárány. Ő a bárány, amiről olvasol. Ő az, aki meghalt a világ bűnéért. Az ember, a szerencsén komolynik, azt mondta, mindent megértettem. Lehet az a Jézus az enyém? Igen. Imbol a víz. Belerítkezhetek? Semmi nem gátol meg. Merítkezzél be. Belerítkezett, és Filipet tovább vitte az Úr. Nyolcadik rész, 39-es vers. Amikor pedig a vízből kijöttek, az Úr szellem elragadta Filipet, és többé nem látta őt az udvari főember. Vesző, de örömmel folytatta az útját. Örömmel folytatta az útját. Most már örömmel folytatta az útját. Addig elég gondterheltnek tűnt. Olvasta az igét, Ézsaiás tekercset, jó pénzt adott érte, de nem nagyon értette, hogy ez rám is vonatkozik, vagy valami másra. Élő ez a bárány, vagy valami hasonlat. Filip elmagyarázta neki, újjászületett ez az ember. És nem kezdett el szomorkodni, hogy ő nincs itt Filip, akit ő hallottam az evangéliumot. Most mi lesz? Visszafordulok. Kár is volt bemerítkezni, kár is volt megtérni. Nincs itt Fülöp, aki evangelizált nekem. Nem. Ott volt Jézus a szívébe. Igazi megtérés történt az életébe. Elment, és ma is olvasunk etióp kopt keresztjénekről. Halleluja. Egy ember, aki nem adta fel, aki azt mondta, az Úr gondoskodik rólam. Megtértem. Nem fordulok vissza. Örülök annak, hogy megtértem. Eszem ágába sincs visszafordulni. Eszem ágába sincs megtagadni Jézust. Elmegyek, és ha látják rajtam Etiópiában, hogy örvendezek és vigadozok, el fogom mondani, azért, mert Jézus Krisztus meghalt, értem, és én megfogadtam őt, és bemerítkeztem. És lett belőle is, hiszem, egy evangélista, akár egy lelkipásztor. Tovább ment az ő útján örömmel. Szóval ebben a gyülekezetben, meg a világ többi gyülekezetében is, amikor emberek megtérnek, akkor ez örömmel és vigadozással kell, hogy eltöltsön bennünket, még akkor is, ha nem a mi gyülekezetünkbe tért meg valaki. Túl kell lépnünk azzal, hogy a saját gyülekezetünket építjük. Isten országát építjük, amen? Benne van a gyülekezet látásában, Isten országát építjük. Kint van a falon, evangéliumot minden embernek. Az evangélium egyébként azt is jelenti, hogy öröm, hír. Halleluja. Tehát örvendezést, nagy örvendezést hirdetek nektek. Nagy örömet hirdetek nektek. És együtt örülünk az örülőkkel, együtt vigadunk a vigadozókkal, és ha kell, együtt szomorkodunk a szomorkodókkal, de együtt örülünk más testvérekkel.
a város többi gyülekezetével, az ország többi gyülekezetével, a világ minden gyülekezetével, hogy emberek ott is megtérnek, mert az Isten országa épül. Nem a mi gyülekezetünk, hanem az Isten gyülekezete. Isten népe növekedik, és annak mi is örvendezünk. Amen. Nem féltékenykedünk, nem szomorkodunk, hogy nem nálunk ért meg. Most mi lesz? Hát Isten ezt ért meg, nem hozzánk. Amen. Dicsőség Istennek, és ami még örvendezéssel tölthet el bennünket, hogy szabadulások, gyógyulások történnek a gyülekezetekben, és hogy közösségben vagyunk egymással. A gyülekezetnek az egyik fontos feladata az is, hogy közösséget alkosson. Testvéreim, amivel kezdtem, azzal szeretném befejezni. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Amen. Lehetek vidámak és örvendeztetek.